Március utolsó hétvégéjén ismét tereplővész versenynek adott otthont az Árnyas kemping területe. Ám amíg a korábban megrendezett Mikulás, illetve Valentin kupák történetei hosszú évekre nyúlnak vissza, addig ennek a mostani viadalnak egyelőre semmilyen hagyománya nincs. Nem volt jellemző, hogy a tavaszi időszakban a kemping területén tudunk versenyt rendezni. Most úgy néz ki, hogy a megnövekedett igényeknek próbálunk megfelelni, hiszen az elmúlt versenyeknek a versenyzői létszáma, és az ott megjelentek egyértelmű nyomása az volt, hogy szeretnének még egy versenyt a tavaszi időszakban is, ezért rendeztük meg ezt a tavaszi FTHFT versenyt itt a Püspökladányi kempingben. Általában mindig szoktak újoncok, abszolút kezdők lenni a versenyeiteken, most ez hogy van? Hát a mai versenyen is körülbelül 10-12 első versenyesünk van, ami azt gondolom, hogy ismét nagyon szép számú jelentkező, akik szeretnének ismerkedni ezzel a sporttal, úgyhogy szívesen látjuk őket a következő versenyeinken is. Nem egyszer fordult már elő, hogy esőben, vagy esetleg hidegben, mínuszfokban versenyeztetek. Most az időjárás napfényes, süt a nap, viszont eléggé kellemetlen szél van. Ez mennyire befolyásolja a versenyt? Hát fázni nem fázunk, mert jó idő van. Természetesen a szél az nem a legjobb barátja a lövőknek, hiszen légfegyverekkel lövünk, és a légfegyverlövedék tömegéből adódóan a szél hatásnak elég komolyan ki van téve. Itt igazából a hiába jó a lövő, hogyha mindent jól csinál, de a szél majd befolyásolja a röppáját, akkor végül nem ért találatot a lövedék, tehát nagyon koncentrált versenyzést igényel egy-egy ilyen széles verseny. Ilyen nagy szélben mire kell külön figyelni? Tehát mik azok a részletek, amelyek esetleg segíthetik a lövőt? Hát alapban nem csak a szélben, de az versenyzés alapja az, hogy a légzésre, a befekvésre, a sütésre alapban figyelni kell. A HFT-nek az egyik jellemzője, hogy nagyon jól kell becsülni a távolságot. Ha mindezek megvannak, akkor ezt még mind a szél elronthatja, úgyhogy tudni kell kezelni a szelet. Ehhez pedig az szükséges, hogy vagy ilyen versenyeken, vagy otthon gyakorolják az emberek a szelet, figyeljék a szélirányt. Hagytunk kint most a széljelző zászlókat, ami egyébként nem szokás a versenyeken. Ezzel próbáljuk most segíteni a kezdőket is, hogy ne érje őket túl sok kudarc élmény. Mennyi fős a mai versenyetek, Sanyi, illetve milyen kategóriák vannak? 80 nevezői létszámunk van. A mai versenyen 8 kategóriában indultak a versenyzők. Ifjúságiban, serdülőben, amazonban, veteránban, HFT-ben a kezdő kategóriában elég népes számú versenyző van, közel 22 vagy 23 fő van, illetve a rendes szokásos visszarugásmentes 7 és feles, visszarugásos 7 és feles, valamint a filterget lövők is 6-an képviselik magukat a mai versenyen. Hamarosan indul a kempingben is a szezon, gondolom ez meghatározza, hogy a versenyt most egy ideig be fogjátok fejezni. Természetesen most lesz egy 6 hónap szünet, majd a következő versenyünk valamikor október végén, november elejére várható. A kempingnek azért nem a versenyhelyszín a legfőbb feladata, hanem a vendégek fogadása, úgyhogy jövő héttől már mi arra készülünk. Amint hallhattuk, ezúttal is voltak olyan résztvevők, akik abszolút kezdőnek minősültek, de mint mindig, most is akadtak azért komoly versenyzői múlttal rendelkező tereplővészek a mezőnyben. A Püspökladányi Lövészklub tagjai ezúttal kisebb létszámban képviselték a szakosztály, és hát természetesen sem Szilágyi Sándor, sem Sas Ferenc nem fogtak ezúttal sem fegyvert, lévén, hogy most is ők ketten felügyelték az eseményt. Ha kellett, az újoncokat látták el tanácsokkal, ha kellett, a célok visszaállításában segítkeztek. No és természetesen mindketten azon dolgoztak, hogy minden résztvevő ezúttal is úgy térjen haza, hogy igen, erre a püspöktalányi versenyre már megint érdemes volt eljönni. De azért így is került néhány érem aladányi klubtagok nyakába. A serdülő 7 és fél zsúlos kategóriában Kerék László a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott fel, miközben a harmadikat Károlyi Kristóf foglalta el. Az úgynevezett Amazon kategória ezüstérmese Tóth Erzsébet lett, míg a veteránok versengésében Temesvári András szerezte meg a bronzérmet.